Szép jó napot Magyarország, szép jó napot Budapest! Tájékoztatom a járókelőket, hogy az otthonvédő civil szervezetek demonstrációját látják. Követeljük a végrehajtások és kilakoltatások azonnali megállítását időkorlát nélkül, mindaddig, amíg a banki hitelesek a bankjaikkal szemben bíróságon nem tudják rendezni vitás kérdéseiket. Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a tegnapi napon a pécsi ítélőtábra másodfokon hozott ítéletében az OTP Bank pert vesztett az adóssal szemben. Az elmúlt egy hónapban több mint 20 ilyen perről tudunk az országban, több bank érintett ebben a kérdésben, úgy néz ki megindult az a jogi folyamat, amiért 5 éve megy a harc, hogy a bíróságok a magyar törvények szerint, a magyar törvények figyelembevételével hozzák meg az ítéleteiket, és marasztalják el azokat az uzsoráztató bankokat, akik arra vetemettek, hogy kartelezve, összebeszélve kifosszák a magyar lakosságot. Ennek következtében az elmúlt évben több mint 10 000 családot adtak ki az utcára a magyar végrehajtók és a rendőrség segítségével. Ebből elég volt, azért vagyunk itt civil otthonvédők, hogy ezeket a folyamatokat megakadályozzuk, és követeljük, hogy a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat azonnal állítsák meg. Magyarországon a legerősebb és legütőképesebb otthonvédő csoport a Koppány csoport. Meg kell említenem, hogy ennek a csoportnak a tagsága 70%-ban nő, családanya. És arra szólítom fel fiú férfi társaimat, hogy álljanak oda a Koppány csoport nőtagjai mellé, ne a nőknek kelljen megvédeni az otthonokat, meg a családokat szinte egyedül, hanem mi férfiak is tegyük a kötelességünket. A családunk a legfontosabb, nem engedhetjük, hogy kirakjanak a lakásainkból, nem engedhetjük, hogy szétszakítsák gyermekeinket egymástól. Ez közös feladat kell, hogy legyen. Én, mint otthonvédő, csodálkozom rajta, hogy az arány az így van, hogy 70%-ban nők állnak ki a családok érdekeiért. Ezen az arányon változtatni kell, fiúk. Nem lehet otthon ülni a tévé mellett, nem lehet a fotelforradalmárként viselkedni akkor, amikor feleségeink, barátnőink kimennek az utcára, és esetlegesen testükkel együtt védelmezik más családok vagyonát. Ébresztő magyar fiúk, elég volt a megaláztatásból, elég volt a fotelforradalmárokból, ki kell jönni az utcára, és oda kell állni a lányok mögé. Nagyon-nagyon köszönöm a lányoknak ezt a harcos viselkedést, amit felvállaltak. Példamutatóak, mondhatnám olyanok, mint az egri nők. Minden elismerés a magyar lányoké. Sajnos olyan társadalmi problémával nézünk szembe, ami az ország legalább felét érinti. Nem értjük, hogy az emberek mitől félnek. Nem kell félni attól, hogy keresd az igazodat. Nem kell félni attól, hogy bíróságokon, jogi úton kezd el érvényesíteni a jogaidat. Igaz, hogy ez idáig nehéz volt, most már azt látjuk, hogy egyre könnyebb. Az otthonvédő civil szervezetek, a Nem adom a házam, a Mozdulj Magyarország és a Koppány csoport jogsegélyszolgálatai ma már tudnak olyan jogi segítséget nyújtani, amivel nyugodtan el lehet kezdeni a keresetek beadását a bíróságokon, a bankokkal szemben. Tudjuk, az volt a közvélemény mindig, hogy a pénzhatalommal, a bankkal szemben nem lehet győzni. Hát ennek már az ellenkezőjét tapasztaljuk, nagyon sok harc után, de megfordult a széljárás, most már a bíróságok kezdenek sorba az adósok javára dönteni. Felhívom a járókelők figyelmét, hogy október 20-án a devizahitelesek megmentésére épített Ócsai lakópark ból egy soha nem látott motorizált autós vonulást tervezünk Budapestre, majd körbeautózva Budapestet, körülbelül délután 14-15 óra magasságában ezek az autós egységek megállnak a Dózsa-György úton, a volt felvonulást téren, és követeljük a végrehajtások és kilakoltatások azonnali megállítását időkorlát nélkül, mindaddig,
ameddig az adósok a bankjaikkal szemben bíróságon nem érvényesítik jogaikat. Tiltakozunk az ellen, hogy önálló bírósági végrehajtó és közjegyző kiállíthasson Magyarországon végrehajtási okiratot. Természetesen, amennyiben a bíróság, a rendes magyar bíróság ezt másképp ítéli meg, abban mi nem szólunk bele. De önálló bírósági végrehajtó, aki Gebinbe dolgozik, és csak az az érdeke, hogy mennyi pénzt tud leszakítani egy végrehajtástól, ilyen Magyarországon nem működhessen. Helyezzék vissza a végrehajtási szerveket állami monopóliumba. Elég volt a magánemberek által indított és az állampolgárainkkal szemben lefolytatott rablásból